tavasz első igen ízletes gombáját szeretném nektek most bemutatni. Szedtem belőle egy szatyorral. Ez az ízletes kucsmagomba. Na most, hogy mint ismeritek meg, mindjárt kitérek rá. Tehát, hogy ismeritek meg az ízletes kucsmagombát, vagy a pusztai kucsmagombát. Gyakorlatilag a mi szempontunkból teljesen mindegy, hogy melyik. Az egyik ilyen kúposabb, talán ez hasonló, ez a kucsmagomba, az ízletes, jól tudom. Vagy lehet, hogy ez a fiatalabb, ez az öregebb, és akkor ez a pusztai kucsmagomba. Mi szempontunkból teljesen lényegtelen, ehető mind a kettő, finom, ízletes. Most ha ketté vágjuk a tönkét, mint már megtettem egynél, akkor ilyen tömlős jellegű. Kicsit olyan a tönkje, akkor levágtam róla a földes részt, így lehet látni, mint a karfiol. Olyasmi tapintása van, mint a karfiol rózsáinak. Fogyaszthatjátok bátran. Egy jó 150-200 négyzetméteres területen szedtem ezt a mennyiséget, ami itt előttem látható a filmmal. Lényeg a lényeg. Finom. Nem lehet összekeverni egy mérgező gombával se. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek. Sziasztok!